Köszöntöm a kedves nézőket! Egy jó frizura és egy szép manikűr lelkileg is megszépíti a nőket. Ilyenkor még az önbizalmunk is a többszörösére növekszik. Hogy mit tehetünk ennek érdekében? Hogyan ápoljuk a hajunkat és a körmeinket? Milyen az idei trend? Megtudhatjuk Török Lilla mesterfodrásztól és Tamási Kriszta manikűröstől. Ez itt a Nőidő. Tartsanak velünk! A hajápolásunk a hajmosással kezdődik. Milyen szempontok szerint válasszunk sampont? Nagyon sokfajta sampon van már a piacon, én a szulfátmentes samponokat ajánlom, azok nem zsírosítják a hajat, de viszont nem is szárítják a fejbőrt. Hogyan válaszunk akkor sampont, mikor zsíros a fejbőr és száraz a hajvég? Akkor inkább nem is a sampon, hanem a kondicionálót kell nekünk lecserélni, mert a sampon az csak a fejbőrre van hatással, nincsen hatással a hajszálakra, a hajnak a telítettségére. Inkább a kondicionálóval tudjuk ezt helyreállítani, mert a fejbőrt, ha zsíros a fejbőr, akkor mindenképp zsíros hajra való sampont használjunk. A száraz végre viszont a kondicionálóval ki tudjuk egyenlíteni. A kondicionáló az alatt azt érted, hogy hajbalzsam vagy hajpakolás? Hajbalzsam. A kondicionáló az a hajbalzsam, igen. Mi a különbség a hajbalzsam és a hajpakolás között? A hajbalzsamtól a haj az gyönyörű, fényes, könnyen kezelhető, könnyen fésülhető, de viszont nem gazdag vitaminokban. A hajpakolás viszont vitaminokban is gazdag, ő táplálja is a hajat. Nem csak érezzük tapintásra azt, amit érezni kell, hanem belülről is ápolja a hajat. Milyen vitaminokra van szüksége a hajunknak, akár kívülről, akár belülről? Mit kell együnk, mit kell igyunk, mit kell beszedjünk ahhoz, hogy szép, egészséges, fényes hajunk legyen? Nagyon fontosak a B-vitaminok, a B-vitaminnak minden formája, a cink, a folsav, a foszfor, úgy igazából amire egy szervezetnek, egy női szervezetnek szüksége van, arra a hajnak is szüksége van. Szóval ezeket mindenféleképpen gyümölcsökből, zöldségekből, de már vannak ugye a piacon ezek a szépségvitaminok, szóval ezekből tudjuk pótolni. Ezeket a vitaminokat használhatjuk ki belülről, és akár kívülről is, mert például a múltkor hallottam egy olyat, és én biztos, hogy ki fogom próbálni, hogy az AE vitamint meg kell enni minden nap, egy szemet belőle, és 3-4-et pedig szét kell pukkasztani, és beletenni a hajpakolásba, és ezt fel kell tenni a hajra egy órára, és állítólag ez csodákat művel. Igen, természetesen, ugyanúgy fel tud kívülről is szivódni, mint ahogy belülről be tudjuk vinni a szervezetünkbe. Igen, kívülről is tudjuk vele ápolni a hajunkat. Melyikek azok a káros hatások, amire mindenféleképpen oda kell figyeljünk a hajunk érdekében? Hát a napfény, ugye nyár előtt vagyunk, ilyenkor tengerre megyünk, medencézünk, ott klóros víz, ugye a napfény hatása, akkor télen fordítva a hidegtől, a fagytól, ugye nem hűlhetnek ki a hajhagymák. Télen, ugye mivel csak sapkával tudjuk megvédeni a hajunkat, nyáron az egy kicsit másabb, nyárére már azért nagyon sok ilyen készítmény van a piacon, ami olajak, meg ilyen védősprék, szóval amivel be tudjuk fújni a hajunkat, és akkor nagyon szépen körbe fogja, és nem fog, olyan, mintha egy ilyen vízlepergető hatása lenne, mondjuk a tengerre. Van egy ilyen vízlepergető hatása, és akkor nagyon szépen meg tudja óvni a hajunkat attól, hogy ne szívódjanak fel ezek a sók, meg ne szárítják ki a hajunkat, hordjunk alapot. És mi van akkor, ha mégse sikerül megóvni a hajunkat, például a tengeri sótól? Mit tegyünk hát, utána? Hogyan tudjuk helyrehozni? Aztán jövünk mi, majd helyrehozzuk. Erre már nagyon jó készítményeink vannak, ugye mindenféle ilyen újjáépítő pakolásaink, maszkjaink, kezeléseink vannak már erre, amivel vissza tudjuk tölteni a hajszálakba ezt a amit kiszed belőle nyáron a nap, télen a hideg, szóval a kiszáradt hajat ugyanúgy vissza tudjuk már tölteni. Azért most már nagyon sok minden ilyen dolog van a piacon. Van egy ilyen újjáépítés termékünk, ami hozzátartozik egy sampon, kinyitjuk a hajnak a szerkezetét, feltöltjük és visszazárjuk. Az, ami keratinnal tölti fel, mivel a hajunk keratinból
tevődik jóformán össze, így mindig általában a keratint töltjük vissza a hajunkba. Ezt nevezik a keratinkezelésnek. Igen, vannak keratinkezelések, és általában minden ezeknek a kezeléseknek mindnek ez a keratin az alapja. Mert ezzel tudjuk a legjobban feltölteni a hajat, visszaadni a struktúráját, ugye ettől szép, sok kezeléstől már szép egyenes is lesz a haj, ugye már vannak ilyen kezeléseink is, amitől egyenes marad. Aztán van olyan, hogy megmarad a hajunknak a formája, de viszont feltöltődik mégis a haj, és sokkal rugalmasabb. A keratin kezelésen kívül van-e olyan kezelésetek, ami még újjá tudja építeni a hajat? Igen, a keratin kezelésen kívül még ugye van ilyen újjáépítő kezeléseink is, azok egy ilyen négy lépésből álló kezelések, ők is teljesen jók, nagyon szépen visszaadják a hajnak a rugalmasságát, és nagyon szép fényessé, puhává varázsolják a hajat, gyönyörűen feltöltik, nagyon szép struktúrája lesz tőle a hajnak. Mindenféleképpen kezelésre van szüksége a hajnak, mert amit tönkre teszünk a hajsütővassal, a káros hatásokkal, azt tehát mindent vissza kell nekünk tölteni a hajba. Lilla, milyen az idei trend? Az idei trendek a színekben mindenféleképpen a meleg árnyalatok. Ezek a karameles, vanília árnyalatok, napsárgák. Szóval mindenféleképpen a meleg színekben megyünk át, és teljesen elhagyjuk a hideg hambas árnyalatokat. Azok teljesen a háttérbe szorultak. Most inkább ezek a meleg árnyalatok lettek. És frizurában? Frizurában a minél egyszerűbb, nagyon laza hullámok, az egyenes haj, tarkókontyok, ugye kinek mi áll jól. Hajvágásokban az idén is hódítanak továbbra a bobok, úgyhogy rövidebb, hosszabb, mindenféleképpen a bobfazonok. Hogyan ajánlasz a vendégeidnek frizurát személyre szabottan? Milyen szempontok azok, amiket figyelembe veszel? Hát elsősorban az, hogy mit lehet a hajából elkészíteni. Akkor feketéből szőkét nem soha nem lesz, festésre. Nem. Én el se vállalnám. Feketéből szőkét soha. Meg lehet, mindent meg lehet már a mai világban, azért már nagyon jó festékeink vannak, kiméletes festékeink vannak. Szóval mindenképp meg lehet már csinálni, csak a vendég nem érti meg, hogy ez időbe kerül. Aztán nem az, hogy bejön feketén, és akkor 3 óra múlva kimegy szőkén, hanem ez hetekbe, hónapokba kerül, azért, hogy haja is maradjon a vendégnek, mivel nem akarjuk elégetni, letörni, stb. Hogyha valaki ragaszkodik például egy színhez, hogyan tudjátok kipróbálni azt a színt? Most már vannak különböző színező samponok, melyek kimoshatóak a hajból, vagy esetleg azt ajánlod nekik, hogy próbáljanak fel parókákat? Figyelj, én elsősorban meg szoktam nekik mondani, hogy rá szoktam beszélni, hogy vagy tényleg próbálja ki, vagy arra, hogy ne próbálja ki. Ha ez nem megy, akkor igen, áttérünk a parókákra. Ha ez sem megy, akkor onnantól kezdve jöhetnek a színezők, a színező samponok, meg minden ilyesmi, mert van az az ember, akit egyszerűen nem lehet róla lebeszélni. Amit ragaszkodik valamihez, amit én hiába mondok el neki, hogy nem lehet, ő akkor is teljesen. És volt már olyan esetet, hogy te megmondtad? Mert a végén ő is egyetértett? Igen, mikor a hátközépig érő hajábor már a válláig ért, akkor én megmondtam neki, hogy én megmondtam, hogy ne szőkítsük tovább, úgyhogy igen, volt, természetesen volt, szerintem minden fodrásznak volt olyan. Például fazonban milyen szempontokat veszel figyelembe? Hát az arcformát, ugye vannak kocka, kerek arcformák, kocka, tiéd egy picikét ilyen kockább arcforma, most egy kerek arcformához nem fogunk egy ilyen bubit nyírni. Nekem jól állna a rövid haj? Igen. Igen, egy bobfazon az teljesen jól állna neked, mivel nagyon szép esése van a hajadnak, a jó kis kezeléseinktől. És igen, teljesen jó lenne neked egy jó kis rövid bobos haj, szép hosszú a nyakad, és akkor neked jól áll. Persze, akinek itt egy kicsit jó szélesen, meg ezt ki fogjuk vele ugyanazzal gömböíteni, amivel téged még levéknyitunk. Te, mint szakavatott, mit szólsz ahhoz, hogyha a nőknek lelki problémája van, akkor rögtön a fodrászhoz szaladnak? Nem tudom, valamiért ilyenek vagyunk.
ha bármi lelki bajunk van, gondunk van, mindig a fodrászhoz szaladunk, hogy csináljon új hajszínt, új fazont. Nem tudom, az emberek itt valahogy kibeszélik magukból a gondokat, a bajokat, meg úgy jól esik egy nőnek, jól esik a tükörbe nézni, amikor új a hajszíne, vagy új a frizurája, vagy egy ilyenkor új vágása. Ilyenkor meg akar változni teljesen a nő? Igen. Sajnos igen, és ezt elkövetjük amúgy szerintem, hogy nagy részben mindünk. Hát figyelj, jó is ez valamilyen szinten, mert valahogy át kell esni az ilyen lelki traumákon. Szerintem a megújulás az akkor jobb, hogyha jobb lesz az a megújulás. Igen. Sok esetben van ilyenkor ez, hogy a feketéből szőkét akarok, vagy a szőkéből feketét, mert ugye túlzásban akarok újulni, hát mellé lehet nyúlni. A stressz az mennyire hat a hajunkra? Nagyon. Borzalmasan. Ugyanúgy, ahogy a testünkre és minden másra kihat, a stressz az borzasztóan hat a hajra. Attól jobban még talán csak a hormonális kezelések. Ez a két dolog, ami borzasztóan meglátszik a hajunkon. Nekem volt egyszer egy esetem, amikor nagyon erős hajhullásom volt. Ugyebár a hajhullást az 60 hajszál fölött lehet hajhullásnak nevezni. Igen. És állítólag akkor több év hajkezelés után odáig jutottunk, hogy izmok voltak megtapadva a nyakamban, és ezért nem volt a fejbőrnek vérellátása, és ezért a hajhagymák elhultak. Igen, ez még a jobbik eset, hogy te rájöttél, hogy mitől van. Mert általában az a baj, hogy nem tudjuk, hogy mitől van a hajhullás, aztán annyira rástresszelünk, hogy a haj még jobban hullik. Ilyenkor a stressz által kiürülnek a vitaminok a szervezetünkből? Igen. Igen, meg ugye minden, na a stressz az egyetlen dolog, ami ugye mindenre kihat. Ugyanúgy a testünkre, meglátszik az arcunkon, kialvatlanok vagyunk, és ez minden sajnos meglátszik a hajunkon is. Elkezdenek végnyúlni a szálak, sokkal kezelhetetlenebb, szárazabbá válik a haj. Terhesség alatt? Megszépül a haj. De viszont szoptatás alatt ugye nagyon sok esetben elkezd hullani. Közben csináltál egy utcai frizurát nekem. Igen, mert ezeket nagyon mert szeretem. Mert a fodrásztő sose tud leállni. Igen. És mit tennél most ezzel a hajjal, hogyha azt mondanám neked, hogy este egy vacsorára megyek? Például egy romantikus vacsorára? Hát például legyen egy romantikus. Csinálunk akkor egy kis romantikus kontyot. Hogyan tudjuk még ápolni a hajunkat? Például, hogyan válasszunk hajvasalót? Hát a hajvasalókat is érdemes már a jobb minőségű. Ha már az ember befektet valamire, az legyen jobb minőségű dolog. És a hajvasalókat is érdemesebb már, ezeket a drágább ionos hajvasalókat, vagy nekünk ugye ilyen gőzölős, vízgőzölős hajvasalónk van, ez a Streampod, ez kezelésekhez is teljesen jó. Úgyhogy mindenképp az ionosokat, meg azért egy kicsikét drágább hajvasalókat használjunk, mert borzasztóan el tudjuk égetni a hajvasalókkal a hajunkat. Otthon mivel tudjuk még a pakolásokon kívül ápolni a hajunkat? Igen, vannak nagyon jó kis házi módszerek, például a kókuszsír nagyon-nagyon jó a hajra, gyönyörű fényesség. Először is mossuk meg csalánnal. Igen, aztán bezöldül, nem, csalánt hagyjuk ki, szőke hajnál főleg, mert ilyen gyönyörű mocsári színe lesz. Akkor a diólevelet azt kihagyom. Igen, a barna hajnál használható. Aztán öblítsünk ecettel. Igen. Különben mai napig nagyon sokan esküsznek arra, hogy szódabikarbonával mosnak hajat, és ecettel öblítenek, és azóta sokkal szebb a hajuk. Rengeteg vendégnél tapasztalom, ami az is idegi alapon van, olyan, mint a fejbőrön, mint egy ekcéma. Egy korpásodás, nem? De egy erős korpásodás. Ezekkel a dolgokat tudjuk. Nálam a legjobban bevált dolog ez a szódabikarbóna. Mondjon bárki bármit, a szódabikarbóna az tényleg csodákra képes, nem véletlenül mondták nagyanyáink, mert a gyulladást teljes mértékben le tudják a fejbőrről venni. A korpa az egy gyulladás a fejbőrön? Igen, egy fokú gyulladás. Aztán pedig minél tovább, az a baj a korpával, hogy minél tovább, annál rosszabb. Ez is a kiszáradástól, a rossz minőségű samponttól, hogy túlzottan lemosunk a fejbőrünkről mindent, az sem teljesen jó. Hányszor mossuk meg a hajunkat? Hát én egy héten ilyen kétszer ajánlom, többször semmiféleképpen, de ha valakinek a haja kibírja egy héten egyszer, az teljesen jó.
Minél gyakrabban mossuk, annál gyakrabban zsírosodik. Igen, annál gyakrabban kell lesz. De egy bizonyos mosáson belül hányszor samponozzuk a hajunkat? Kétszer. Kétszer samponozunk, egyszer balzsamozunk. A hajmosás az nagyon fontos, az mindenféleképpen a legfontosabb, mert ha egy haj nincs jól megmosva, nem tudjuk jól beszárítani, nem tudunk belőle jó frizurát csinálni. A hajmosás az egyik legfontosabb része egy frizura elkészítésének. Na, akkor nem mossuk meg dióhéjban. Mit tehetünk még? Ricinus olaj például. Azt is nagyon sokan szeretik. A ricinus olajat használhatjuk magában, vagy valamivel oldani kell? Ugye, ahogy elmondtad az előbb, hogy ezek az A-vitamin, B-vitamin kapszulák, mindenféle ilyen kapszulákkal össze lehet keverni, és pakolásként alkalmazható a hajon. Teljesen jól tudjuk alkalmazni. Én például csináltam olyat, hogy ricinus olajat kevertem össze olívaolajjal. Nyáron, tengerparton még tettem bele egy kis tojás sárgáját. Azt hiszem, tökéletes volt. Ez csak használhat. Semmiféleképpen nem fog ártani. Mindenképpen csak használhat. A hajfestékek azok mennyire károsak az egészségre? Hát a mai hajfestékek már nem annyira, mert ugye már általában ilyen PPD-mentes festékekkel dolgozunk, az kevés százalékos oxigénnel egyáltalán nem károsítják a hajat. A sötét színek meg főleg nem. A kismamáknak ugyebár régen nem volt szabad hajat festeni. Igen, én festem a hajamat. Már szabad, fessük a hajunkat, meg tényleg festem a vendégeimnek is a haját. Ugyanannyi, ugye akinek megvan szokva, hogy 2-3 hetette hajat fest, az nem fog leállni azért, mert ő most kismama, ha kikandikált főleg egy-egy őszhajszál vagy valami. Vannak már PPD-mentes festékek, kimondottan kismamáknak. Lilla, köszönöm neked ezt a kis estély frizurámat, minden frizurámat. Nagyon szívesen. És a tanácsokat. Milyen az idei körömtrend? Az idei körömtrend a korall, de minden évszaknak megvan a saját maga színe, az ősznek, a sötétebb, a tél. A nyáron és tavasszal pedig az élénk és virágos színek. De a klasszikus francia és a piros az mindig. Hát akkor én most egy kicsit nyári színekre vágyunk, de én mégis azt kérném tőled, hogy csinálj nekem egy tökéletes francia manikürt. Klasszikus francia manikürt. Mit tegyünk, Kriszti, a töredezett körmök ellen? Töredezett körmök azok általában a vas és a cink hiányát mutatják. Mindenképpen otthoni használatra üvegreszelőt kell használni, mivel a körömlemezeket jobban védi, mint egy átlagos reszelő. Ha fehér foltok is megjelennek a köröm tetején, abban az esetben már vitaminhiány jelezhet. A cink és a vas mellett melyek azok a vitaminok, amelyek még felelősek a körmünkért? Az A, E és B vitamin szedése, az mindenképp megerősíti. Ugyanúgy, ahogy a hajra, úgy a bőrünkre, ez fontos. A reszelésen kívül és a vitaminbevitelen kívül tudjuk esetleg kívülről valahogyan ápolni a körmünket? Mindenképp ajánlott otthoni használatra mandulaolajat vagy olívaolajjal kenni, és ez megerősíti a körömnek a tetejét és a rétegét is, és nem szárítja. A trendben, a színen kívül melyik az a forma, ami az idén a divat? Mindenkinek a saját egyéniségéhez és körömformájához alakítjuk általában a körömformát, mert nem mindenkinek áll jól a kocka, sem pedig a gömbölyű, és alkalomhoz illően is így szoktam kireszelni a vendégeimnek a körmét. Mit árul el a körmünk a személyiségünkről? Hát nagyon sok mindent. Minden nőnek megvan a saját egyénisége, amit szeret alkalmazni. Valaki nagyon kihívó, és ezért szereti az élénk vagy rikító színeket, vagy csillámot, vagy nagyon sok követ rak bele, de ez általában alkalomhoz illően megbeszéljük a vendégekkel, hogy hová készül, milyen ruhába megy, és akkor ehhez festünk
körmöket, vagy esetleg csillámmal, vagy kövekkel próbáljuk feldobni. A klasszikus körömlakkok kimentek már a divatból, és a főszerepet a géllak vett át. Mennyire káros a géllak a körmünkre? Ez a mai napig egy vitatott téma, és nagyon megoszlanak a vélemények. Az én véleményem szerint nem maga a géllak káros a körömre, hanem a vendégek elkövetik azt a hibát, hogy nem jól szedik le a géllakot a körömről, vagy nem mennek el szakemberhez, ezért saját maguk otthon lereszelik a géllakot, eltávolítják, nem megfelelően. Mondd el azt, hogy hogy kell megfelelően géllakot leszedni otthon. Megreszeljük a géllak felületét, aztán pedig acetonos vatát teszünk rá a körömre, betekerjük fóliával, és ilyen 15 perc után leválik a géllak a saját körömről, és akkor ezt papácikával el lehet távolítani nagyon könnyedén. És finom polírozóval pedig megpolírozni a köröm felületét. Valamilyen szinten elvégtul a körmünk a géllak alatt. Milyen időközönként ajánlatos pihentetni? Én mindig azt tanácsolom a vendégnek, mert mindenki maga dönti el, hogy szeretné pihentetni, vagy épp most nincs szüksége a géllakra, ezért természetes körömlakot használunk. De ha bármilyen elváltozást látok a körmön, akkor abban az esetben szólok a vendégnek, hogy igen, most akkor szedjük le és egy kicsit pihentetjük. Nincsen időhöz kötve, mert valakinek erősebb a körme, valakinek pedig vékonyabb és gyengébb. Körömgomba kialakulhat-e a géllaktól? Abban az esetben alakulhat ki, hogyha nincs időben leszedve a géllak a körömről. Mit tapasztalunk, milyen elváltozást a körmön, amikor arra gondolhatunk, hogy gombás a körmünk? Hát sárgás elszíneződés, vagy megvastagszik a köröm felülete. Átterjedhet egyik körömről a másikra, de ez inkább lábon szokott előfordulni. Kézen ritka. Vagy a nem megfelelő higiéniától. A lábon azért, mert esetleg cipőbe befullad a köröm? Igen, maga azért a levegő hiánytól? Igen, pontosan. Télen fordul elő, nyáron pedig uszodákban kaphatjuk el, bőr által is terjed a gomba. Nagyon oda kell rá figyelni amúgy, és mindenképp kezelni kell, mert ha nem kezeljük, akkor ez átterjedhet egyik körömről a másikra, és megvastagszik a köröm tőle, elsárgul, ami maradandó károsodást okoz. Tehát ha bármilyen elváltozást észreveszünk, akkor forduljunk szakemberhez. Mindenképp szakember segítségét kell kérni, mert van olyan gombafajta, amit már belsőleg is gyógyszerekkel kell kezelni, nem elég ecsetelő hozzá. Mennyi ideig tart egy gombás körömnek a kikezelése? Nagyon sok idő. Ez nem egy-két hónapról van szó. Persze attól függ, hogy milyen stádiumban van maga a köröm gomba. Van úgy, hogy évekről, míg le nem nől a köröm, egy-két évről van szó. Lassan elkészül a körmöm, és ha most azt mondanám neked, hogy valami nagyon extrémet szeretnék ebből, akkor mit tennél? Tennék rá neked egy pink tollat, a másikra pedig egy pompomot. Köszönöm, inkább maradjon így. Szívesen. Uraim, ne feledjék, éljenek a nők!